Köszöntöm nézőinket! Mai adásunkban is meg tudunk néhány sport hírt osztani önökkel. Elsőként hallhatnak a legkisebb kézilabdázók sikereiről, majd pedig röplabdával folytatjuk. Már kezdjük is! A 8 éves fiú kézilabdázók első sikerét Rences Ákos edző így foglalta össze. Óriási várakozással és izgalommal készültek a gyerekek életük első hivatalos kézilabda tornájukra. Büszkén viselték az újonnan megkapott szerelésüket. Felemelő volt nézni a lelkesedésüket, az örömüket, a küzdeni akarásukat, és nem utolsó sorban jól alkalmazták az edzéseken tanultakat. Győzelmet arattak Úrkút ellen az első meccsen, a második mérkőzésen pedig Szent Király Szabadja ellen egy igazán kemény, már-már férfias mérkőzésen bizonyultak jobbnak. A gyermekek hozzátartozói nagy számban kísérték el a csapatot, és remek hangulatot biztosítottak. Most nézzük a röplabda eredményeket. Szombaton Serdülő csapatunk játszott Székesfehérváron, ahol a csoport második helyén végeztek a Győr és a házigazda előtt. Szolnok csapata lett az első, de a március 17-i sümegi visszavágón ez még másképp is alakulhat. A csoportból az első két helyezett jut az országos döntőbe. És most a mi felnőtt csapatunk játékáról. Bővelkedett izgalmakban a férfi röplabda NB1 vasárnapi játéknapja. A címvédő Finó Kaposvár együttese hiába vezetett már 2-0-ra, végül csak az 5. szedben kerekedett felül. A végeredmény 3-2 lett a kaposvári csapat javára. Tamás Zoltán edző úgy nyilatkozott: örömteli, hogy az ellenfél két szetnyi dominanciája után visszajöttünk a meccsbe. Köszönjük a szurkolók támogatását! Ezeket a sporthíreket emeltük ki mai adásunkban. Mi sportolók is nagyon várjuk az úszoda megnyitását, és erre nem kell már sokat várni, ahogy hallhattuk a híradóban. Mára köszönöm figyelmüket, hajrá Sümeg!